Nemzetközi Vállalkozói Partnerség Export Külpiacra Lépés című tájékoztató fórumon jártunk Szekszárdon. Hornok Jenőt kérdeztük a rendezvényről. Kamaránk egy mindenféleképpen hiánypótló megoldást és hiánypótló tevékenységet szeretne újraindítani 2024-ben. Egyébként egy sor újszerű tevékenységgel, feladattal indulunk el, és nyilván ugye a vállalkozások majd ezzel fognak, vagy ezekkel fognak találkozni. Visszakanyarodva a mai rendezvény apropóján, ez egy külpiaci tájékoztató fórum. Itt az elmúlt időszakban ez a fajta tevékenységünk egy kicsit háttérbe szorult, ezen szeretnénk javítani, fejleszteni. A vállalkozók belföldi és külföldi kapcsolatokat elősegítő program a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával jött létre. Azt gondoljuk, hogy mindenféleképpen fontos feladat, hogy kamarai szinten támogassuk és a lehetőségekhez képest minél jobban segítsük az arra nyitott vállalkozásokat külföldi, akár külföldi piacokon való részvételre, üzleti kapcsolatok építésére. Egy sor új fajta tevékenységgel jelenünk meg 2024 első fél évében, illetőleg majd ezt követően júliustól folytatólagosan. Itt kiemelendő a piaci kapcsolatok bővítése, elősegítése hazai szinten, térségi vonatkozásban, tehát vármegyei vonatkozásban és országos szinten egyaránt. Dombováron, Tamásiban és Bonyhádon, mint hátrányosabb helyzetű térségekben kiemelten meg fogunk jelenni vállalkozásfejlesztési eseményekkel, workshopokkal, tájékoztatókkal, kis mentorprogrammal. A közeljövőben egyébként tervezünk szakmai kiállításon való részvételt is, csoportos szakmai vásárlátogatást egyebek mellett ezek a fontosabb események. Újfajta szolgáltatásként tervezünk kettő adatbázis kialakítását. Az egyik az egy hiteladatbank, ami a megyében elérhető és nyilván vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó hiteleket fogja egy rendszerben kezelni. A projektnek a lényege az, hogy a vállalkozó, aki meglátogatja vagy ellátogat kamaránk honlapjára, 3-4 kattintással le tudja hívni az elérhető hiteltermékeket, tehát a forráshoz jutást szeretnénk segíteni ezzel, hogy ne kelljen fél órát, órát eltöltenie az interneten azzal, hogy kiválassza számára a megfelelő hitelkonstrukciót, hanem tényleg néhány kattintással elő tudja varázsolni az adatbázisból az elérhető forrás lehetőségeket. És a másik az egy potenciális fejlesztési területek adatbázisa lesz, szintén olyan hiánypótló jelleggel, hogy az érintett, főként az érintett térségekben, tehát Tamási, Bonyhád és Dombovár, azokat a területeket összesítjük ebben az adatbázisban, amelyek jelenleg kihasználatlanok, és különböző paraméterek alapján a fejleszteni szándékozó vállalkozás ki tudja választani az ő fejlesztési elképzeléseihez leginkább megfelelő potenciális fejlesztési területet. Tudomásunk szerint ilyen jellegű megyét lefedő fejlesztési adatbázis még jelenleg nem elérhető. Bízunk benne, hogy ezzel is tudjuk majd segíteni a jövőben a megyei, illetve vármegyei ipargazdaság fejlesztését. És természetesen ugye a hitel termékek mellett továbbra is a pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, projektkoordináció, projektmenedzsment, mint kiemelt tevékenységünk. Ugye a vállalkozások jelentős számának ez jelenti a fejlesztési utat, ez továbbra is elérhető.
Schmidt Enikő projektvezető tájékoztatott bennünket a nem csak vármegyéken, hanem kontinenseken átívelő üzleti partnerségek lehetőségéről. A mai napon, hát egy hosszú 2008 óta tartó nem együttműködésnek a végére értünk, és most egy új korszak indul. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál működik az Enterprise Europe Network iroda, ami egy regionális iroda, Somogy-Tolna-Baranyát fedjük le szolgáltatásokkal, és mint mondtam, ez egy nemzetközi projekt keretében mi a kis- és középvállalkozásoknak adunk szolgáltatást avval kapcsolatban, hogy hogyan tudnak nemzetközi piacra lépni, külpiacra lépni, nemzetközi kereskedelmi vagy technológiai partnert találni, és minden, ami ehhez kapcsolódik, gyakorlatilag a teljes útját egy ilyen nemzetközi partnerkeresésnek mi tudjuk biztosítani. A Tolnai és Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarai Összefogás a jövőben több programot is szeretne indítani a helyi vállalkozók számára. Ennek a háttere nagyon sok szolgáltatás, nagyon sok olyan eszköz, amik díjmentesen rendelkezésére állnak a Somogy-Tolna-Baranya megyei kis- és középvállalkozásoknak. Schmidt Enikő külön felhívta a figyelmet, hogy a közeljövőben rendezik meg a Pollack Expo-t, illetve az azzal párhuzamosan zajló Buyers Mission and Open for Business 2024 nemzetközi üzletember találkozót, ahol németországi fókusszal magyarországi gyártói kapacitások, termelési együttműködések előmozdítása a cél.